Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket egy nagyon szép kirakással. Itt a Múzsa Taró nektek a Chris N-től, és elhoztam ezeket a kártyákat, és megnézzük, mi van a lélektársaddal, mi van a szerelemben, és hogy tudjad, hogy portál nap van a mai nap, és szintén, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél energetikai segélyt közöttetek neki is neked, akkor jelenkezz, az elérhetési módot megtalálod, úgy gondolom, és én úgy gondolom, itten látod, hogy hühaj, hogy hát itt ő még küzd, van küzdelem önmagával a tükör, de itt van tényleg a sors döntő dolgok, itt vannak a sors kereke. Csak kövesd, amit meghallasz, arról szól az egész, és akkor ő is az uralkodó lesz itten. Az uralkodó bejött, az egy különleges energia, mert ez teljesen erős, és szerintem az fog is fejlődni, ebben biztos vagyok, és én úgy gondolom, hogy minden létre fog jönni közöttetek, ebben biztos vagyok is. Akármilyen torony itt volt és összedőlt lehet, mindent fel lehet újra építeni, és én úgy látom, inspiráljátok magatokat, itt van a három inspiráció, és hát itt van között egy kis szünet, szóval fognak a dolgok alakulni, és itt a világ közöttetek, szóval, hogy nagyon pozitív irányba fog ez az egész alakulni, ebben is biztos vagyok, és nézd, csak egyensúlyba jönnek a dolgok, ebben biztos vagyok. A két kelyhek, azt tudjátok, mit jelent az ikerlánk szerelem, az igazi szerelem, az most jön el te neked, és hiába félsz tőle, eljön, bejön, itt van veled, és én úgy gondolom, te már hallod is a hangokat, lehet, hogy álmodban álmodsz vele, és én úgy gondolom, hogy arról szól az egész, hogy inspirál ő tégedet, hiába küzdesz valami ellen, de itt van tényleg valóságban, hiába van hiányod, létre fog jönni minden. Hiába vonult ő vissza, lehet, hogy ő visszavonult, itt van ez a visszavonulás, és ő remetévé vált, de én úgy látom, hogy ő is haza szeretne érkezni, ő meg akarna érkezni te veled, ebben biztos vagyok, és akár mennyire érzi ezt a 10 kardokat, annyira terheli a lelkét, ezt el fogja transformálni, el fogja engedni, biztos vagyok benne. Az érzések királynője, ez téged szimbolizál, és én úgy látom, hogy az apródja, egy apród az mindig, hogy kezdődik valami neked. Kezdődik valami, és akármilyen ilyen nyugalom volt, és nem történt eddig semmi. Lehet, hogy most olyan időszak volt, ahol ilyen teljesen ilyen nyugalom volt, és nem történt semmi, de én szerintem ez egy nagyon jó irányba fog közöttetek alakulni, abban is biztos vagyok, és hogy itt vannak tényleg az angyalok, és segítenek, hogy egyensúlyba jöjjön minden, ahogy te szeretted volna, hogy úgy alakuljon, úgy gondolom, és a 8 kelyhek az azt szimbolizálják, tényleg a 8 kelyhek azt szimbolizálják, hogy hát az adás és a kapás rendben legyen meg, nem csak azt, hogy el kell hagyni egy olyan helyzetet, ami titeket tényleg zavar, és spontán jön majd ittembe. Én látom ezt a spontán energiát, és ez létre fog jönni, ebben is biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy a főpap, ez azt jelenti, hogy ez már fentről vezetve van nektek, szóval, hogy nem tudtok elszökni az igazi szerelemtől, nem lehet elszökni. És én úgy gondolom, akármit teszel, elindult egy út, a múzsa, az érmék múzsája, vagy az anyag múzsa. Szóval, hogy látod itt a rózsák, meg minden, az már azt jelenti, hogy nem az 5D-be, már a 3D-be valósodni fog ez az egész, hogy elindul közöttetek,
és az inspiráció királynője, ez azt szimbolizálja, hogy elindult valami, de nagyon is közöttetek, és most már ünnepelhetsz, és ez a portálnak még lehet, hogy rámutat arra, hogy mennyire fontos az, hogy valami változás itt legyen közöttetek, és én úgy gondolom, hogy most tényleg egy nagy lendülettel a lovagja, az érmék lovagja, hogy valami tényleg létrejön közöttetek, mint nem is akármi, a 10 érmék azt, tudod, mit jelent a 10 érmék? Az az, az abszolút beteljesülés. Azt az az abszolút, hogy minden rendbe jön, azt jelenti, igen. És nézd csak, hogy örökre egybe vagytok, és hogy respektáld azt a helyet a másikban, ahol a szerelem lakozik, respektáld azt a helyet a másikba, és én úgy látom, hogy eljött az ideje, a gondolkodás ideje, hogy visszahúzódjatok, sőt, még szerintem a béke is, hogy semmi se nem tud visszatartani, várj még egy kicsit, de én úgy gondolom, hogyha a lelketek téren is el van választva egymással. Ez a szerelem át fogja ezt élni, és nem fogtok egymásnak, biztos vagyok benne, hiányozni, és azt is látom, hogy te nagyon szeretve vagy, úgy gondolom, hogy nagyon szeretve vagy, és jobban szeretve vagy, mint ahogy gondolod, higgyél benne, hogy szeretlek, azt üzeni ez a kártya. Hát remélem ez tetszett neked, hát nagyon szívesen kísérlek ebben a portál energia körön. Szóval 11 órakor kezdtem, szükségem van mind a két nevetekre, és akkor ellazultok, a reiki magas fokokat, fényfokokat használom. Ez nem is a testi szinten, hanem inkább ilyen lelki szinten felemel titeket, és nagy fejlődés, nagy lendületet hoz. Hát te tartsatok velem szintén holnap, és iratkozzatok fel a csatornára. Köszi, hogy itt voltatok az egyéni kirakásra, elemzésre, vagy pedig az egyéni fejlődés coachinggal. Jelenkezzetek! Puszi nektek, sziasztok!